A gyerekek és kísérőjük kerékpárral érkeztek a Bodzási úti iskolához, ahol a fotózási volt a főszerep, de természetesen más is várta a gyerekeket. Fociztak, játszottak, és az iskolához kapcsolódó rejtvényeket fejtettek meg. Célunk volt az is, hogy utána ezeket a képeket meg közkincsé tegyük, és egy olyan térképre fölkerülhessen, ahol amely képeket nézegetve másoknak is csábítóvá tesszük ezt a helyszínt. Szeretnénk, hogyha gyerekeket a szabadidős tevékenységükbe természet közelbe kilátogatnának, és akár a szüleik számára, barátaik számára is csábítóvá tennénk. Ugye tudjuk, ez a korosztály nagy szeretettel ül a gép előtt, és ez teszi ki sokszor napjaikat. Az elkészült fényképek közül a legjobbakat felhasználják majd egy interaktív térkép összeállítása során. A közösségi program májusban még folytatódik egy flashmob, azaz villámcsődület típusú, még nagyobb csoportot megmozgató akcióval.